Csehországi győzelem után itthon szlovák csapat ellen folytatja a Mevza ligát a sorozatban címvédő Békés Csabai női röplabda csapat, amely aztán lengyel csatába indul a bajnokok ligájáért. Soraiba visszatért egy év légióskodás után Tálas Zsuzsa csapatkapitány. Őt kérdezzük a Digi Sporton látható meccsek kilátásairól. Szia Zsuzsa, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szia! Hát megvolt tegnap a tavalyi magyar kupagyőztes Nyíregyháza elleni hazai NB1-es rangadó. Hát milyen tanulságai vannak a második bajnoki veresének a következő egy hét nemzetközi nagyüzeme előtt, Zsuzsa? Hát szerintem nagyon jól indult a mérkőzés számunkra. Ugye 2-0 vezettünk, és nagyon piciken hiányzott az, hogy megnyerik a meccset. Talán ez is volt egy picit a probléma, hogy már a kezünk, félig a kezünkbe éreztük a győzelmet, és emiatt talán a koncentrációnkat elvesztettük. Szerintem ez egy sokkal jobb mérkőzés volt, mint például az Újpest elleni. Azt igyekeztük is kitörölni a fejünkből, de igen, ezt a győzelmet mi már a kezünkben éreztük. Szerinted egy igazán sikeres Békés Csaba kegyetlenül hosszú idényébe, amelyben akár 60 mérkőzés is, tétmérkőzés is várható, hány vereség férhet bele? Hát azt nem tudom. Nyilván az elsődleges cél az az, hogy a legjobb négybe legyünk, hiszen az jelenti azt, hogy utána majd a rájátszásban olyan pozícióba lehetünk, ami számunkra egyértelműen a cél. Igen, jól említetted, nagyon-nagyon-nagyon sok meccsünk van. Nyilván van, ami fontosabb, van, ami kevésbé fontosabb, de mindig az a célunk, hogy győztesként jöjjünk le a pályáról. Azt lehet látni, hogy most ebben az őszi első szakaszban a nemzetközi jó szereplés és a nemzetközi indulás, az első lökések azok fontosabbak, mint a hazai bajnokik, vagyis, hogy ott, ahogy ezt említetted, majd a rájátszás a lényeg és az ottani pozíció, tehát ott még belefér az idény elejé forma? Igen, ezt pont jól mondod. Ugye a magyar bajnoki úgy vannak kiírva, hogy itt most az elején azoknál belefér egy-két veresség, vagy esetleg több, míg a nemzetköziben már az elejétől kezdve maxot kell hozni, minden mérkőzés számít, hiszen csak úgy lehet eredményesnek lenni a végén, és nekünk a Mevzában is az a célunk, hogy megtartsuk a kupát, és mindenképpen a bajnokok ligájában is szeretnénk egy kört menni. És ez pedig csak úgy sikerülhet, hogyha már az elejétől kezdve sikeresek vagyunk. Azt nyilatkoztad egy évi légióskodás után visszatérve, hogy meglepett, hogy egy év alatt is milyen fejlődésen ment át a Békés Csabai klub. Mekkora fejlődést tapasztaltál, és milyen részletekben mutatkozott meg számodra ez a meglepő méretű fejlődés? Számomra ez inkább a röplabdán kívül érezhető. Szóval a nagyon fontos az, hogy ennyi mérkőzés mellett tudjunk regenerálódni. E téren szerintem nagyon sokat lépett előre a klub. Ugye látjuk nagyon sok helyen fociba, kézilabdába, hogy olyan lehetőségek vannak a sportolóknak, amikről mi röplabdások csak álmodni tudunk. Ez szerencsére már elkezdődtek ezek a lépések a röplabdában is, szóval van lehetőségünk krioszaunára, illetve olyan gépeket használhatunk, amik lecsökkentik ezt a regenerációs időszakot. Más téren pedig úgy szintén röplabdán kívül, hogy a kommunikáció a sajtóval, a szurkolókkal, ez mind-mind-mind sokkal profibb lett, és szerencsére nekünk játékosoknak elég tényleg jobban tudunk fókuszálni a röplabdára. Világos, hát például itt van egy kiváló sportcsatorna, amely közvetíti a nemzetközi mérkőzéseiteket, hogy a kicsit tréfálkozok is, persze komolyan is gondolom. Kormos Mihály mester egyébként egy nagyon szerethető Békés Csabát ígér, te már most jobban szereted, mint mielőtt eligazoltál? Teljesen más, nem tudom összehasonlítani. Abban az időszakban nyilván sikerre halmoztunk, ez összekovácsolta a csapatot, nem nagyon volt, ami így megtörje a lendületünket. Sokkal nehezebb, úgyhogy hát sokkal nehezebb mérkőzések várnak ránk most ugye az NB1-ben.
ezáltal ez az egy-két vereség megtörheti a lendületünket, és így kell, és ezekben a helyzetekben kell igazán megmutatnunk, hogy mennyire vagyunk egy csapat. Molcsányi Ritát idézem, Szofi és Dobi Edina játéka hasonlít, ez nem fog problémát okozni, az ütőknek kell majd azokat a labdákat megszokni, amiket Tála Zsuzsi játszik. Hát megszokták már? Szerintem igen, nagyon-nagyon sokat edzünk, nagyon sokat gyakoroljuk ezeket a szituációkat, szóval úgy gondolom, hogy ennek a munkának ki kell jönnie belőlünk. Előbb vagy utóbb szerintem ez ki is fog jönni, látszódni is fog rajtunk, de hát igen, azért mégiscsak ez egy új csapat, új feladóval. Ugye sokan maradtak tavalyról, de tényleg az, hogy mind a ketten új feladók vagyunk a Fancsival, ez szerintem még időt igényel, de mondom, sokat dolgozunk rajta, és ezt a munkát nem veheti el tőlünk senki. Itt még egy pillanatra maradjunk, hogy jobban érzékeltes már számunkra, hogy ezen a poszton és a te feladatodnál mi az a stíluskülönbség vagy játékkülönbség, amit a többieknek meg kell szokni, amit te mondjuk másként csinálsz, mint mások vagy az elődök? Nem is nekik kell megszokni, hanem normál esetben ilyenkor a feladó alkalmazkodik az ütőihez, és ez nem megy ugye egy csettintésre. Valószínűleg eddig én is más tempót játszottam, mint korábban, akár Lengyelországban, akár korábban itt Magyarországon, és itt Misi igyekszik egy gyors játékot erőltetni, amihez egyrészt, hogy precizitás kell, másrészt pedig, hát hogy mondjam, összeszokottság, szóval tudni kell, hogy mondjuk 3 méterről még ugyanaz a labdát szeretné az ütő, de lehet, hogy 4 méterről már nem, és lehet, hogy én úgy gondolom, hogy még tudom adni azt a labdát, de lehet, hogy ő már nem, szóval kommunikáció és idő. Értelek, értelek. Most már jobban értjük, tehát meg tempóról van itt szó. Hazatérésedben fontos szerepe van a nemzetközi sorozatoknak. Ugye a MEVZA-ban győzelemmel nyitottatok Olmützben a megerősített rivális ellen, és most jön majd a Pozsony, ezt a Digisporton láthatjuk majd ezt a mérkőzést. Milyen meccsre számíthatunk holnap? Csak is győztesre? Igen, Olmützben nyertünk 3-2-re nagy csatában, ez mindenképpen nagyon jó kezdés volt, hiszen a legnagyobb riválisunkat győztük le. Többször játszottunk már a Strabag ellen, szerencsére mindig tudtunk nyerni, tudni kell, hogy ők is megerősödtek, viszont én hazai pályán mindenképpen győzelmet várok, és ahogy már korábban említetted ebben a sorozatban, a vereségek nem férnek bele, szóval mindenképpen ezt a magyar bajnokságot most el kell felejteni. Nyilván a jó dolgokat át kell vinnünk a meccsre, de a hibáinkban nem szabad sokat agyalni, hiszen holnap már újra meccs. Megerősödött ellenfelek, beszéltünk a MEVZA ligában már 2 megerősödött ellenfélről, de még egy pillanatra, ha visszaugrunk a magyar bajnokságra, akkor ezek a szezon elejé vereségek azért azt is jelzik, hogy a hazai NB1 is a korábbi éveknél keményebb sorozat lesz ebben az évben? Így van. Azt lehetett látni, hogy nagyon sok külföldi van a csapatoknál, a kluboknál, és ezáltal nőtt a színvonal is, de nem szabad ezt félreérteni, mi egy cseppet sem adjuk lejjebb, mi ugyanúgy bajnokok szeretnénk lenni, ugyanúgy meg szeretnénk nyerni a kupát, és ez nem azt jelenti, hogy mi most feltett kézzel állunk, hogy gyertek ide és verjétek meg minket, erről szó nincs, mindenkinek nagyon-nagyon nehéz dolga van itt Békés Csabán, és ugyanúgy bármikor, mikor ellenük játszik. Szóval igen, megerősödött a bajnokság, de ez nem azt jelenti, hogy mi most itt vereségeket megengedünk, vagy ez szándékos, hogy mi kikapunk. Szó nincs erről. Megyünk tovább, csináljuk, és tényleg az, hogy amit elvégeztünk munka, az látszódni fog, és ebben hiszünk. És végül, ahogy erre már utaltál, ott van előttetek a Bajnokok Ligája álma is, amihez a lengyel Lucs csapatán vezet keresztül majd az út. Milyenek az esélyek ellenük? Ez a jövő héten lesz a mérkőzésetek, és a felkészülés során például a tavalyi BL ezüstérmes Balázsfalvai Albát már legyőztétek. Tehát, hogyha az erős sorrendet nézem, akkor itt mi a realitás a lengyelek ellen? Egyértelműen a lengyelek az esélyesebbek, viszont úgy gondolom, hogy
talán az lehet nekünk egy pici előnyünk, hogy nem is számítanak arra, hogy ők itt veszíthetnek, esetleg Békés Csabán, esetleg majd a visszavágón. Szerintem ezt kell nekünk kihasználni, és az elejétől kezdve nyomni őket, ahogy ezt már megtettük mondjuk egy Olmütz ellen, hiszen ott is hasonlóval találkoztunk, és ahogy ismerem a társaimat, mindenkit fel fog ezt paprikázni, hogy ha lekezelnek minket, és már pedig tudom, hogy így lesz, mert ugye kicsit ismerem őket. Szóval egyértelműen az ellenfél az esélyesebb, de mondom, nem fogjuk könnyen adni a bőrünket. Hát így legyen, akkor hajrá mindkét nemzetközi csatában, és a Digisporton pedig majd láthatjuk a mérkőzéseiteket. Köszönöm szépen, Zsuzsa, hogy velünk voltál, szia! Köszönöm, sziasztok!